A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai versenyképességének növelése érdekében folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét. A köztestület számos szolgáltatást vezetett be a közelmúltban, és további újakon dolgozik. Nos, ezek közül az újak közül a szaktanácsadást ugye kiemeljük. Köszöntöm a stúdióban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara első emberét, Rácz Imre elnök urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Ha jól tudom, szívügye önnek ez a terület. Mióta és miért? Az Agrárgazdasági Kamara alakulása óta tervezgessük, hogy minél szélesebb körben tudjunk a gazdálkodók segítségére lenni, és én már akkor hangoztattam, de a lehetőség most adódtak, hogy megteremtődtek ezek a feltételek, hogy egy olyan szolgáltatást kellene nyújtani a gazdálkodóknak, hogy a gazdálkodók a gazdálkodással töltsék el az idejüket, és azt az adminisztrációs terhet, ami hárul rájuk, azt egy ilyen szaktanácsadói szervezet, vagy ehhez hasonló, de hál' Istennek itt végződik a mai jelenséggel, február 1-e óta, hogy elmegy ugyanúgy, mint a könyvelőhöz, elviszi a papírjait, tartozik valahova, ahova elkötelezett lesz az a szaktanácsadó, megismeri a gazdaságát a termelőnek, fogja tudni, hogy állattartó, nem állattartó, mivel foglalkozik gyümölcsös, milyen a gazdasági összetétele, és a szaktanácsadó tartja nyilván, hogy annak a gazdaságnak mikor milyen kötelezettségei vannak, és akkor nem fordulhat elő nagy reményeim szerint, hogy a gazdálkodók olyan helyzetbe kerülnek, hogy párnapos késés miatt olyan támogatást esnek el, amik a gazdaságokat olyan negatívan befolyásolják, hogy ellehetetlenül a tovább lépésük. Én nagyon örülök neki, hogy a kamara ezt bevezeti, és ezt minél szélesebb körben alkalmazni fogjuk. Valamikor, amikor felvetődött, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is legyen egy ilyen központ, én éppen ezt hiányoltam belőle, hogy addig, ameddig egy plusz szolgáltatást, egy ilyen jellegű szolgáltatást nem tudunk a gazdálkodók részére biztosítani, csak olyat, mint egy falugazdászkörzet központ, addig nem nagyon láttam ennek jelentőségét. Most már látom, igen, hogy itt már egy olyan szolgáltatást kaphat a gazdálkodó, aki ide elkötelezi magát, amit egyébként a falugazdász már nem láthat el. A falugazdászoknál megmaradnának a hatósági feladatok, az őstermelői, meg sok minden más, a területalapú támogatások igénylése, de én úgy gondolom, hogy egy bizonyos rész után a szolgáltatásnak már ára van, és ezzel a fizetett költséggel kell elmenni a szaktanácsadóhoz, ami 80%-ban még támogatott, és én úgy gondolom, hogy felelőtlenség már a gazdálkodók részéről, ha ez a lehetőség fennáll, nem élni ezzel a lehetőséggel, és kockáztatni, hogy egy az előbb említett esetekbe esetleg belecsúsztanak. Az imént, amikor azt mondta, hogy itt a megyében is kialakulhatna egy központ, olyannak központra gondolt, amiből már 6 működik az országban? Ez így igaz, Fehérgyarmat és Mátészalka környékén láttuk ennek fontosságát, ugyanis abban a térségben vannak a sok kis gazdaságok, és folyamatban is van a felkérés Budapesti irányunkba, hogy keressünk olyan kiadó, bérelhető hosszú távra épületet, ami ilyen központnak átalakítható, úgyhogy nem nagyon messzi a közeljövőben. Ha találunk ilyen helyet, az önkormányzatokkal felvettük a kapcsolatot, akkor reményeim szerint még az idején Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megalakul majd az első. A szaktanácsadók miután február 1-én kezdték meg a bevetésüket, tulajdonképpen akkor korábban nem léteztek, vagy nem ezen a néven léteztek, vagy nem teljesen ugyanez volt a feladatkörük. Tehát ők is ugye falugazdászok voltak korábban, most többlet tudással és többlet feladatkörrel is rendelkeznek. Mi lesz a jövő? Ugye 70-en nem valószínű, hogy elegen vannak az országban. Hát igen, ez bővülni fog, ez is, mert ez a falugazdászoknak egy lépcsőfok, hogy a kamarán belül, cégen belül egy magasabb szintű, magasabb jövedelmezőséget biztosító, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyre több olyan, aki tudást, ismeretet, tapasztalatot szerez, mint falugazdász, abból reményeim szerint szaktanácsadó lesz, egy cégen belül,
és ezek miatt a motivációk miatt, és egyre szélesebb körben tudjuk majd még inkább átvenni azokat a feladatokat, amiket most jelenleg a falugazdászok végeznek el. Ezek a szaktanácsadók, talán még érdemes megjegyezni, az Agrárgazdasági Kamara köt rájuk egy olyan biztosítást, hogyha valamilyen probléma merülne fel a általa végzett munkában, akkor az nem úgy kerül már majd szankcióba, hogy ez a gazdát fogja sújtani, hanem ez a biztosító majd ezeket rendezi. Én úgy gondolom, hogy ez is egy motiváció lehet a gazdálkodók felől, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert ha valami probléma keletkezik jelenleg, a gazdálkodó aláír egy olyan nyilatkozatot, hogy teljes jogú felelősségében leellenőrizte azt, amit a falugazdász benyújtott, és ő azzal egyetért, de én most is kamara elnökként is azt mondom, hogy a gazdálkodóknak nagy részét nem elvárható, hogy ő este felülbírálja, akibe megbízik falugazdásznak a leírt szövegével, és visszamenjen holnap, hogy ezzel nem ért egyet, hanem megbízik a falugazdászába. A falugazdászok pedig olyan stressz alatt vannak abban az időszakban, amikor ezt a bevallásokat készítik, hogy a folyosón sokan ülnek, mindenki sietne, és nyilván ebbe azért 180 ezer bevallást készítenek el abban az időszakban. Benne van az is, hogy hibáznak is. Hál' Istennek egyre kevesebbet, mert olyan a technikai felszereltség, hogy figyelmezteti a hibákra, de elkerülhetetlen azok, akik dolgoznak, hogy ne ejtsenek hibát, és ott az áldozat majd a gazdálkodó lesz. Most ez is a biztosítóra hárulhat. Azt lehet olvasni az eddig megjelent tájékoztatókban, a sajtó által olvasható tájékoztatókban, hogy lesz lehetőség a jövőben arra, hogy csoportosan vegyék igénybe a gazdák azt a szaktanácsadást, azt a tájékoztatást, amit ennek az új rendszernek köszönhetően igénybe vehetnek, ráadásul ilyenkor talán ingyenesen. És hogyha egyénileg szeretnék ezt a szolgáltatást igénybe venni, ott is minimális az a díj, amit fizetni kell ahhoz képest, amennyiért mondjuk korábban egy ilyen jellegű információs csomaghoz juthattak volna. Ez gondolom így megállja a helyét, de milyen fizikai lehetőségei vannak a gazdáknak arra, hogy a szaktanácsadókkal, tehát fizikálisan találkozzanak? Hát a falugazdászoknak is van kötelező tanácsadási kötelezettsége, hogy a gazdálkodókat összehívja, csoportos tájékoztatót tartson, és ott felhívja a figyelmeket éppen, hogy milyen törvények miként változtak, zöldítés, területalapú támogatás, beadásnak a határideje, biztosítással kapcsolatos dolgok, de a szaktanácsadóknak külön ez a feladatuk, hogy minden ilyen változtatásról, főleg a hozzátartozók majd olyan szoros kapcsolatot tartson, hogy senki nem maradjon ebből a tájékoztatásból ki. És akkor itt van az előbb, amit említettem, aki ettől többet kíván ettől az ingyenes szolgáltatástól, az a piaci árnak körülbelül 10%-ája szerezheti meg ezeket az előnyöket, mint ami a piaci szolgáltatásban, ha kikerülhetne, az Agrárgazdasági Kamarán belül, és még ezt a 10%-os költséget is a tagdíjban, illetve telefonkölcsönbe leírhassa, mint kamarai szolgáltatást igénybevevő gazdálkodó. Van példa itt a megyében arra, hogy mondjuk az elmúlt két hétben már volt, aki igénybe vette ezeket a szolgáltatásokat? Én ma, mielőtt érkeztem ide, egyik falugazdászból lett szaktanácsadót megkérdeztem, és 50-en felüli ügyfele van már. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk a stúdióban. Köszönjük szépen a lehetőséget.